Kedves nézőink, visszatérünk akkor kicsit a közelgő ünnepekhez, hiszen megyénk húsvéti szokásairól fogunk beszélgetni következő vendégemmel, Balogné Szűcs Zsuzsával, múzeológus, és hát úgy gondolom, hogy biztos a család is ezzel szokott téged bombázni, hogy mesélj egy picit arról, hogy tulajdonképpen a paraszti kultúrában, vagy a magyarság kultúrájában milyen tradicionális fogások, illetve olyan dolgok vannak, amit azért mondjuk illik akár a mai húsvét ünnepein is megjeleníteni. Úgyhogy én is gyakorlatilag próbálok erre ösztönözni, hogy mégis mi az, amit tényleg úgy gondolsz, hogy nem szabad ebben a kicsit felszínes világban elveszítenünk, mert hogy ha már ennyi időn át megőrizte a magyarság, akkor illik tovább vinni. Ez nagyon jó kérdés, mert mindenki saját szubjektív véleményét tudja megfogalmazni. Én is egy olyan tradicionális református családból származom, akiknek fontosak a hagyományok. És mivel a megyénk eléggé színes, és a húsvét hagyománya nem csak a Biblián alapszik, és ugye azon a nagy eseménye, hogy Krisztus föltámadt, és ez a nagy misztérium valósággá vált, hanem bizony egy ősibb hagyomány is előtérbe kerül, ezért kevesen gondolják azt, hogy az egyes szimbólumok, akár a húsvéti festett tojás is maga egy ősibb hagyományra vezethető vissza, hiszen a régészek már be tudták mutatni, leletek vannak arra vonatkozóan, hogy bizony festett tojásokat tettek már évezredekkel ezelőtt is a sírokba, jelezve az élet körforgását. A piros szín, a piros festett tojás eleve az élet jelképe. És ugye a történelmi egyházak hozták a krisztusi hagyományokat, és ezekhez jöttek a falusi szokások is. Ugye ezek a szimbólumokban jelennek meg, akár a festett tojáson a forgórózsa motivum, ami szintén jelzi nem csak a életre kelő természetet, hanem akár azt is, hogy tulajdonképpen, hogy fordul át az halálból életre az egész világ, illetve az újjáéledő világot is bemutatja. Ezen kívül ugye a falusi életben nagyon fontos volt a rákészülés. A nagybőtöt követően nagyon jól esett az embereknek újra húst enni, és a falusi életben az is fontos volt, hogy ezek áldást nyerjenek. Nem a protestánsoknál, hanem a katolikusoknál volt ez szokás, ugye a pászka szentelés és annak az előkészületei, de akár a vagyonosságot is meg tudták ezzel mutatni, hiszen ahány pászkát hozott egy család, az mutatta, hogy milyen vagyonos családról beszélünk. Eleve már a pászka készítése is különleges mód volt. Nekem is volt szerencsém megtanulni egy görögkatolikus családtól, hogy mit jelentenek a motívumok, és bizony nagyon jó volt azt látni, hogy ez alatt felelevenedett a Krisztus passiója is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is egy fontos hagyomány, amit tovább kellene örökíteni a jelenkorban. És másik ugye nagyon fontos dolog a vízzel való locsolkodás, ami szintén megint egy ősibb dologra vezethető vissza, ez pedig a termékenységet jelenti. Tulajdonképpen a vízzel való locsolás az azt jelenti, hogy bőséget kívánok, bőséget árasztok, és főleg, hogy lányokat locsolok, meg ez még inkább jelenti azt, hogy ugye mi asszonyok vagyunk képesek gyermeket világra hozni, és ezt is jelképezi. De ebben a szerelem is meg szokott nyilvánulni, hiszen sokan tudják azt, hogy szatmári beregi vidékeken a díszes hímes tojásokból nem egyet adtak a kiszemelt legénynek, hanem több párat is adtak, 8-10 pár tojást is átadtak a szerelmüknek. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos állomás az, hogy a lányok az anyjuktól, keresztanyjuktól tanulták meg a hímes tojás írását, és gyűjtötték együtt össze a tojásokat a húsvéti locsolkodáshoz. A legények pedig az édesapjuktól vették át azt a szokást, hogy igenis megyek, házról házra kopogtatok, és meglocsolom a lányokat. És ugye tulajdonképpen magát azt is jelképezte, hogy ki milyen sikeres, vagy népszerű fiú, vagy férfiú, hogy hány tojás sikerült neki begyűjteni. Mert nyilván a gyerekeknek, a kisebbeknek ugye szeretetből elég sokat osztogattak, de hát azért nem is tudom, a nősülés előtt álló férfiaknál már valóban csak azok kaptak sok tojást, akik népszerűek voltak a lányok körében. Közben, ahogy mondtad ezeket a szokásokat, azon gondolkodtam, hogy
hogy nagyon jó, hogy mondjuk még a múzeumfaluban ezt ugye meg tudjuk tanulni, de valahogy, mintha már csak a világhálón látnánk, és nagyon-nagyon kifelé éljük ezeket a tradíciókat, hiszen amikor meg kellene merítkezni ebben az ünnepben, és tényleg rákészülni, és locsolókat fogadni, és felkerekedni, és menni a lányokat meglocsolni, akkor mindenki menekül ki ebből a valóságból egy kicsit, vagy bezárkózik, vagy pedig a természet lágyölén egy kirándulás formájában próbál kikapcsolódni, tehát nem tudom, hogy hány olyan család van, aki valóban tovább is tudja vinni, de azért mindig úgy gondolom, hogy meg kell tanítani a gyerekeinket, mert előbb-utóbb átfordul a világ, és amit lehet, hogy ma már egy kicsit talán, hogy is mondjam, nehéznek éreznek a családok, lehet, hogy 10 év múlva azt már nagyon fogják vágyni. Lesz most lehetőség arra, hogy a gyerekek ismét tanuljanak, okosodjanak ebben a témában? Én nagyon remélem, igen, bár pont éppen Sóston jelenleg nem, de amit kinyitnak a múzeumfalu kapui, azonnal ezt a értékképviselést fogja tovább is továbbadni, hiszen fontos az, hogy megtanulják az emberek, és visszahagyományozódjanak ezek a szokások. Nagyon remélem, és azon vagyunk, hogy ezt tanítsuk, és ezért vannak a múzeumokban a múzeumpedagógusok is, akik már előkészítik ezt a táptalajt a gyerekekben, hogy igenis, ti még legyetek olyan bátrak, menjetek el locsolkodni, lányok, készüljetek fel a locsolkodásra, és nagyon reméljük, hogy ez a jövő nemzedéke számára fontos lesz, és készülünk mindannyian így a húsvét ünnepére, nem csak a templomban menve a lelkünket készítve, hanem így hagyományosan itt a testünket készítve arra, hogy bizony itt a szokásokat felelevenítjük, akár vizesek leszünk, akár jókat eszünk, hiszen erről is szól már a húsvét ünnepe, és reméljük, hogy ez tovább fog örökítődni, és a múzeumok ezt képviselik továbbra, és is fogják képviselni a jövőben. Köszönjük szépen, Zsuzsa. Az biztos, hogy a gyerekek vágynak rá, mert ha otthon nincs is rá lehetőségük, azt tapasztalom, hogy amikor vége a szünetnek, és mennek első nap az iskolába, a lányok tojásokkal felszerelkezve, a fiúk pedig kölnivel felszerelkezve mennek, tehát amit nem sikerül esetleg húsvétkor megcsinálni, azt bepótolják utána, húsvét után. Hát köszönjük még egyszer. Thank you.